Folytassuk is tovább a raktáros elméletet a raktározási menedzsment hetedik részével. Ismertesse a raktározási anyagmozgatási feladatokat és a hozzájuk rendelhető anyagmozgató gépi eszközöket. Mutassa be, milyen szempontok alapján történik a gépi eszközök kiválasztása. Beszéljen arról, hogy hogyan történik a gépi feladatokhoz rendelése. szavak és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk az anyagmozgatás fogalma, az anyagmozgatógépek anyagmozgató rendszerek jellemzői, raktári anyagmozgatási feladatok és a hozzájuk rendelhető gépi eszközök. Az anyagmozgatógépek szükséges mennyiségének meghatározása is. Nézzük is meg, hogy mi az az anyagmozgatás. Anyagok, félkésztermékek termékek, illetve áruk nem nagy távolságú egy-egy keretein belüli helyzet változtatása. Mely nem jár együtt a termék alak és állapot változásával. Tehát egy üzemen belüli ö, anyagszállítás. Az anyagmozgatás fogalma a rendszerelmélet alapján az anyagmozgatás a logisztikai alrendszere, amely a térben és időben elhatárolható ugye, termelési elosztási folyamatokat és marketing tevékenységeket egységes rendszeré kapcsolja össze. Feladata a termelési és elosztási folyamatok során valamilyen cél érdekében az anyagok és termékek egyik helyről a másik helyre való mozgatása. Az, az anyagáramlási rendszerek szintjei Van a vállalaton kívüli anyagáramoltatás, vállalaton belüli üzemek és raktár közti anyagáramoltatás, technológiai folyamaton belüli anyagáramoltatás, munkahelyi kiszolgálás, anyagkezelés, és ugye a raktáron belüli anyagmozgatás. Az anyagmozgató rendszereket a leggyakrabban az anyag továbbítás jellege szerint csoportosítják. Megkülönböztetünk folyamatos, szakaszos, kombinált, azaz vegyes, áru biztosító anyagmozgató rendszereket. Nézzük is meg a szakaszos működésű anyagmozgató gépeket és jellemzőiket. A szakaszos anyagmozgató rendszerek szállító elemei ciklikusan megszakításokkal végzik az anyag a fel és lerakodó hely között. És akkor még van a szakaszos működésű anyagmozgató rendszereknek ilyen fontosabb jellemzői. Tehát a megszakításos ez, ciklikus anyagáramlást hoznak létre, ugye? munkaciklusokban működnek, tehát cikluson belül rakott és üres menetek is vannak. Szállító elemei különböző méretű és mennyiségű anyagot különböző egységekbe összefogottan szállítanak, illetve elhelyeznek az anyagfeladási feladási megrakási helyről a mozgatás kezdőpontjára, az anyag leadási, lerakási helyre, tehát a mozgás végpontjához. Tehát még egyszer elmondom egyszerűbben, tehát különböző méret és mennyiségű anyagok, ugye a felrakás és a leadás közti távolságon szállítjuk őket szakaszosan. Az anyag leadását, lehelyezését követően a gép üresen ugye visszatér az anyag feladás helyére. Az anyag felvétele és lehelyezése, illetve meg és lerakásuk a gép álló helyzetében történik. A tehermegfogó szerkezettel is rendelkező szakaszos anyagmozgató gépek nagy része az anyag önálló felvételére és lehelyezésére is alkalmas. Például a rakodógépek is, mint a kép bal oldalán láthatunk, emelőtargoncák. A tehermegfogó szerkezettel nem rendelkező szakaszos gépek csak szállítási funkciót látnak el meg- és lerakásukat kézzel vagy más anyagmozgató végzik, ilyen például a szállító targonca. Szállító targoncát ezen a képen láthatunk. Csak kíváncsiságból meg érdekességből megmutattam nektek itt képen is, hogy mi az a szállító targonca. Tehát így néz ki. Tehát, amint elmondtam, ez egy szakaszos anyagmozgatógép, szállítási funkciót lát el, lerakásukat, kézzel vagy más anyagmozgatógéppel végzik. Tehát erre felpakolják, leteszik. A szakaszos működésű anyagmozgatógépek megválasztás szempontjából ugye van a padlószinthez, sintpályához, illetve a helyhez kötöttség szerint ugye csoportosíthatók. Mindjárt mutatom a táblázatot. Itt láthatjuk ugye az elsőt, padlós szinti sintpályához nem kötött anyagmozgatógépek. Ilyen például az önjáró darú. Homlok rakodó, fejfeletti rakodó, forgó rakodó, forgókotró, géplata, géplapát, gépi hajtású targoncák, szállító targoncák, vontató targoncák, emelő targoncák, felrakó targoncák és a komissziázó targoncák. Nézzük is meg a másodikat, tehát a padlószinti simpájához kötött anyagmozgatógépek, bagdarok, rakodóhidek portáldaruk, toronydaruk, raktári felrakógépek. 3. Nem padlószinti simpájához kötött anyagmozgatógépek, ilyen például futódaruk. És a függő simpályák, amit itt a képen nem láthatunk. És jön a negyedik. A helyhez kötött anyagmozgatógépek, gépek, konzoldaruk, tehát oszlopos és fali konzoldaruk, és a felvonok csak az egyszerűség kedvéért itt láthatunk néhány szakaszos működtetésű anyagmozgató gépet. Bekarikázom nektek. Ezek, de csak így gyorsan megmutattam képbe. De térjünk is rá a szakaszosról a folyamatos működésű anyagmozgatógépekre és jellemzőikre. A folyamatos működési anyagmozgató rendszerek megszakítás nélkül ütemes anyagáramot hoznak létre, fel és leadó elemek között. A rendszerek valamennyi szállító eleme folyamatos működési szállítógép. A folyamatos működési anyagmozgató gépekre jellemző. Mindig azonos irányba továbbítják az anyagot. Működési szempontból nincs üres menetük, ami azt jelenti, hogy akkor is mozgásban vannak, áru továbbítások részek, amikor esetleg az anyagfeladásban szünetek vannak. Működésük során helyben maradnak, csak a teherhordó elemeik mozognak együtt az anyaggal. Túlnyomó részt állandó telepítésűek, de egyes típusaik hordozható kivitelben is készülnek. Kialakításukat döntő mértékben befolyásolják a mozgatott anyag tulajdonságai, valamint az anyagfeladási és leadási helye, közötti anyagmozgatási út, Vonalvezetése és hossza. A folyamatos működésű anyagmozgatógépeknek három ö, csoportját ismerjük. Egyik az a hor hordozóelemes szállítógépek, második anyagot helyben magadó alátámasztáson szállító gépek és a harmadik az anyagot áramló közegben szállító gépek. Itt is láthatjuk magunk előtt a folyamatos működési anyagmozgató gépek táblázatát. Ugye, amit első voltam az előbb, ugye három csoportja van. A hordózó szállítógépek, amelyeknél az anyag a hordózó elemmel együtt mozog. Ilyen az a hevederes szállítószalagok, csuklótagos szállítószalagok, mozgóasztalok, vontató láncpályák, elevátorok, serleges tárcás és karosok, páternoszterek, Láncos szállítópályák. Nézzük is meg a második csoportot. Az anyagot helyben maradó alátámasztáson mechanikussal vagy gravitációs úton továbbító szállítógépek. Ilyen például vonóelemes szállítógépek, vibrációs szállítógépek, forgóelemes szállítógépek, hajtott szállítópályák, hajtott görögös pályák magyarán, gravitációs szállító csúzdák, csúszdák, ejtőcsövek. Harmadik az az utolsó csoport. Az anyagot áramló közegben továbbító szállítógépek. Pneumatikus szállító berendezések, hidraulikus szállító berendezések. De térjünk is rá még gyorsan pár mondatra a pneumatikus szállító berendezésekre. Ugye a bennük áramló gáz, levegő vagy folyadék kisebb szemcséjű vagy porszerű anyagot magával tud ragadni, ugye? Ezt a jelenséget használják ki az alkalmazásukkor, és malmi őrlemények, gabona, szemes termékek, pernye, cement szállítására alkalmazzák ezt a, illetve ezeket a pneumatikus szállító berendezéseket. A logisztikai rendszeranyag mozgató alrendszerei és feladatai. A mikrologisztikai rendszerben például a vállalatokon, áruelosztóközpontokon, közlekedési átrakóhelyeken, kórházakban belüli anyagáramlást az anyagmozgató rendszerek valósítják meg. Az anyagmozgató rendszerek alapfunkciója a térbeli különbségek áthidalása, az anyagok termékek helyváltoztatása, meghatározott fel- és leadóhelyek, források és nyelők, kezdő és végpontok, között valamint egyéb például gyűjtési, elosztási, osztályozási funkciók ellátása is. Az anyagmozgató rendszerek sohasem önmagukban öncélúan léteznek, mindig valamilyen termelési, gyártási, ellátási, elosztási, áruszállítási vagy egyéb rendszer szolgálnak. ki lehet ez kórházi, banki vagy könyvtári rendszer ö, feladataikat a rendszereik útján látják el. Az anyagmozgató rendszer összetevői. Nézzük is, ember, a rendszer. Kézi anyagmozgató rendszerben, erőforrás a gépi anyagmozgató rendszerben, ugye gépkezelő és irányító szerepet töltenek be. Van a gépeszköz a rendszer, az anyagáramlást megvalósító, illetve közreműködő kézi anyagmozgató eszközök, anyagmozgató gépek, kiegészítő segédeszközök szállítópálya alrendszerünk is lehet, az aktív elemek, ember, gép, eszköz alrendszer, illetve maguknak, az anyagoknak az anyagmozgatási útvonalon való helyváltoztatás lehetőségé, illetve helyváltoztatás lehetőségét biztosítja. Tehát a mozgatási folyamat során általában a helyben maradó, passzív, kiépített rendszerelemekből áll, simpálya, közutak. A gép eszköz és a szállítópálya alrendszert nem mindig lehet szétválasztani, például a gravitációs pálya, csővezetékes szállítás. És akkor még van az információs és irányító alrendszer, az anyagáramláshoz kapcsolódó információáramlás, a rendszerek összekapcsolása, valamint az irányítás. Az anyagmozgató rendszerek esetében a folyamat beindítását, a folyamat befolyásolását, valamint a folyamat leállítását jelenti. Az ellátási, elosztási és áruszállítási rendszerekben elsősorban a raktári és a rakodóhelyi anyagmozgatás feladatok megoldását végzik el. Ennek megfelelően a logisztikai rendszerekben betöltött szerepüktől függően az anyagmozgató a rendszereknek a következő fő csoportjai vannak. Termelési, gyártási rendszert kiszolgáló anyagmozgató rendszerek, raktári anyagmozgatórendszerek, rakodóhelyi anyagmozgatórendszerek, egyéb anyagmozgatórendszerek, ilyen a kórházi, banki és a könyvtári. És akkor nézzük is a termelési és gyártási rendszert kiszolgáló anyagmozgató rendszereket és fő feladatait. Kezdjük is. A termelő részlegek, üzemrészek közötti rendszerint épületrészek közötti anyagmozgatás. A termelő részlegeken, például a műhelyeken belüli és munkahelyek közötti anyagmozgatás. Illetve van még a munkahelyi anyagmozgatás, anyagkezelés, a munkadaraggép gép behelyezése, kivétele, tájolása és rendelése. Rendezése, bocsánat. Tárolótérű raktári anyagmozgatás esetei és gépei. A raktári kiszolgálógépek végzik a különféle rakodási anyagmozgatási feladatokat. És akkor nézzük is meg a raktári anyagmozgató rendszerek funkciójuk szerint két fő csoportba a sorolhatók. Van az árufogadó és kiadó téri anyagmozgató rendszer, és van a tárolótéri téri anyagmozgató rendszer. De először nézzük is meg az árufogadó és kiadó tervi anyagmozgató rendszereket. Feladata az áruk fogadásával és betárolására való előkészítésével, illetve az áruk tárolótéren kívüli komissziózásával és kiszállításra való előkészítésével, valamint kiszállításával kapcsolatos anyagmozgatás. A tárolótérű anyagmozgató rendszerek Feladata a tárolási egységek be- és kitárolása, és igény esetén a tárolótéren belüli átrendezéssel, komissziózással, a kapcsolatos anyagmozgatás. Ezek a jellemzői eszközöi lehetnek a rakodó targoncák, szállító targoncák, univerzális villás emelő targoncák, görgős és hevederes szállítópályák, amikről ugye eddig is beszéltünk, felrakógépek, felrakó targoncák, gépek, komissziózó targoncák, illetve még ide tartoznak a szállító targoncák, görgök és láncos pályák is. Nézzük is meg a rakodóhelyi anyagmozgató rendszereket. A logisztikai rendszerekben betöltött szerepüktől, működésük helyétől függően vállalati, termelői vagy kereskedelmi vállalati, vagy közlekedési rakodóhelyi anyagmozgató rendszerek lehetnek. A vállalati üzemi rakodóhelyi anyagmozgató rendszerek az üzemi belső szállítás és a külső szállítás közötti kapcsolatot teremtik meg. Feladatuk a termeléshez szükséges alapsegéd és üzemanyagokat beszállító járművek kirakása, és a te késztermékeket, hulladékokat a vállalat területéről kiszállító járművek megrakadása. A közlekedési rakodóhelyi anyagmozgató rendszereknek az áruszállító járművek, meg, illetve kirakásán túlmenően többnyire a járművek közötti közvetlen, illetve közvetett átrakási feladatok megoldására is alkalmasnak kell lenniük. A különböző közlekedési ágazatok csatlakozási helyein az egyes közlekedési alágazatok, a vasúti, a közúti, a vízi és légi közlekedés, szállító járművei közötti átrakás. A különböző nyomtávú vasutak csatlakozási helyein az eltérő nyomtávú normál és széles, illetve normál és keskeny nyomtávú vasúti járművek közötti átrakásra, és illetve van a kombinált szállítás átrakó helyein, az úgynevezett kombi terminálokon, felmelülő rakodási, átrakodási feladatok, ugye nagy konténerek, csereszekrények, Fairboat kocsik rakodásának megoldása. Ugyancsak a rakodóhelyi anyagmozgató rendszerek látják el a kikötők, logisztikai központok vagy konténer, terminálok áru és eszközmozgatási feladatait is. Az anyagmozgató eszközök kiválasztása Első lépésben az anyagmozgatás technológiáját kell meghatározni, a kézi és gépi technológia között választhatunk. A konkrét eszköz kiválasztására csak a második lépésben kerülhet sor. Mind a két lépésben döntő fontosságú a mozgatandó termék és annak megjelenési formája: darabáru ömlesztett anyagok. A kiválasztás befolyásolja a szállító jármű az anyagmozgatási feladat, például üzemi vagy raktári, vagy a raktár építészeti jellege is befolyásolja. Egy vagy több szintes, vagy rámpás, ugye? Miután kiválasztottuk a megfelelő anyagmozgató eszközt, meg kell határozni azok darabszámát. Ehhez ismerni kell az eszköz teljesítményét, vagyis adi egy időegység alatt elvégzett munka mennyiségét és a mozgatandó termék tömegét vagy darab számát. Ömlesztett termék esetében a feladatot uh, uh, termék tömege és az áramlási sebesség uh, határozza meg. A da darabáruk esetében nem a tömeg, hanem a darabszáma döntő kérdés. Egy villástargonca adott idő alatt ugyanannyi számú egységrakomány képes rakodni, akkor is, ha tömegük 1,2 vagy 3 tonna. Az eszközök darab számát úgy határozzuk meg, hogy megmérjük a feladat elvégzéséhez szükséges időt, és összevetjük azt a mozgatandó mennyiséggel. Például, ha egy targonca egy műszak alatt 20 tonnát képes megmozgatni, de a rakodási igény 40 tonna, akkor kettő gépet üzemeltetünk. Vagy két műszakot rendelünk el. Tehát van választási opció. Vagy két gép, vagy több műszak. Na nem is szaporítanám tovább a szót, úgyhogy itt a hetedik részbe is fejezném, mert szerintem ebbe a hetedik tételbe ö, ennyit bőven elég tudni, úgyhogy én el is köszönnék. További jó tanulást kívánok!